Köszöntöm a Fehérvár televízió nézőit. Aki nyitott szemmel jár a városban, az nagyon különleges dolgokkal találkozhat. És azt gondolom, hogy ez különösen igaz volt itt Székesfehérváron az augusztusi időszakban. Az ünnepi forgatagban akadt fenn a tekintetem egy standon, ahol rendkívül különleges, egzotikus, preparált bogarakat és ezekből készült ékszereket lehetett látni. Úgyhogy a fiatal emberrel, aki ott állt a stand mellett, én szóba elegyedtem, és meg is hívtam ide a fehérvári beszélgetésekbe, a Fehérvár TV stúdiójába. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Nagy Balást. Szia, üdvözlöm a nézőket! Tehát tulajdonképpen ezeket a preparátum, tehát ez egy nagyon nehéz szó, ezt azért tudnod kell. Gondolom, ezt te is tudod, tehát ebbe belebotlik az ember nyelve. Tehát te készíted ezeket a bogarakat, ez az asztalon is lehet egyébként látni. Ez munka a te életedben, vagy hobbi? Ez csak hobbi igazából, ez gyermekkori hobbinak a kiteljesülése. Na hát pont ezt akartam mondani, hogy azért a legtöbb kisgyerek életében vannak ilyen korszakok, amikor mondjuk vagy a dinoszauruszok iránt érdeklődik intenzíven, vagy mondjuk a bogarak iránt. És kis lehet a lepkék. És aki szerencsés, annak ez megmarad felnőtt korában is, ez a szenvedély. Hova nyúlik ez vissza a te életedben? Nekem ez nagyon régi gyerekkori hobbi, amikor még ilyen 7 éves lehettem, akkor már a természetet jártam is. Mindenhol szedtem össze, amit lehetett, és vittem az anyukámnak bemutatni, hogy mit találtam, aki annyira nem nagyon szerette, de úgy szép lassan megszokta, hogy nagyon sok mindent hoztam haza, cserebogarakat, szarvasbogarakat, és így tartottam őket. És akkor ez a szenvedély, ez folyamatosan végigkísérte az életedet, vagy volt egy időszak, amikor talán kicsit elfelejtődött, és akkor felnőttebb korba visszakanyarodt el iránt, ahogy nézett ez? Ez igazából úgy szerintem 10 éves koromban úgy elfelejtődött, és akkor elkezdtem a állattartásra specializálódni, és akkor először sorban az akvarisztika, az úgy még most is végigkísér, az a másik kedvenc hobbim, és a különféle egzotikus állatok tartásával foglalkoztam. Megpróbálom újra kimondani ezt a szót, tehát preparátum. Jól mondom? Igen. Hazai állatokkal, vagy elsősorban külföldi bogarakkal, rovarokkal foglalkozol, vagy mi alapján választod ki ezeket? Csak trópusiakkal foglalkozok. Igazából teljesen más a élővilág a trópusokon, és azokkal lehet, mert ezek mindegy lepkefarmról származnak, tehát tenyésztettek. És igazából a lepkefarmnak az is jó, mert onnan vásárol az ember, mert úgy működhet a lepkefarm, hogy a tenyészetnek a x%-át vissza kell engedni a szabadba. És ezzel igazából a természetes populációt gazdagítják. És ami elhullik meg ilyesmi, azokból lesznek az ékszerek, azok a A2-es minőségű lepkeszárnyak, és már csak maga a sérült lepkéket vásárolom meg a elpusztultakat, és ami igazából bevételt van a lepkefarmnak, azok a bogarak és a lepkék, és akkor ebből tartják fönn magukat, és így ápolják a környezetüket. Tehát akkor végül is elpusztult tehát elpusztult állatokat lehet venni. Igen. Gondolom ez elsősorban az interneten. Igen. Működik ez a dolog. És akkor amit te készhez kapsz, az micsoda, és aztán mit kell csinálni? Igazából a lepkéket meg a bogarakat szoktam elsősorban vásárolni. Úgy küldik a lepkéket, hogy egy ilyen átlátszó papírtasabban vannak benne, össze van csukva a szárnyuk, a bogaratnak a testük alatt van a lábuk, hogy ne törjenek el. És igazából ezek egy akár több éve is már ebbe a pózban lehetnek, tehát ki vannak száradva teljesen, és ezeket fel kell puhítani egy speciális oldatban, gőzben, és akkor magák az izmok azok felpuhulnak, és ilyen hát a tipikus rovartűkkel, amit azért ember nem nagyon lát, mert elég ritka, csak preparátorok használják. Ki kell feszíteni a bizonyos pózba, például lepkéket egy feszítővel rá kell tenni, kifeszíteni a szárnyukat, egy papírszalaggal körbetűzni, és kell várni vele egy-két napot, és visszaszáradnak az izmok, és akkor lesz igazából ez a pozíció, amit szeretnénk látni. És ugye a bogaraknál is, tehát ugye ki kell feszíteni a lábakat, és akkor igazából visszaszárítani. Mekkora hiba százalékkal dolgozol? Hát, és mennyire szokott ez bosszantani? Mert gondolom azért ez előfordul. Igen. Lepkéknél elég gyakran, igazán nagyon sérülékenyek, tehát postát is nagyon gyakran, hogy volt az, hogy össze volt törve, és azon igazából nem nagyon lehet mit kezdeni, azok is lesznek az ékszerek. De nagyon óvatosan csipesszel, igazából finoman, precíz munka, tehát megoldható pontosan és szépen.
Ugye mondtad ezt is, hogy ékszereket is készítesz, ezt ebből szintén láthatunk itt egy kollekciót az asztalon. Én bevallom őszintén, nem nagyon találkoztam még ilyennel, hogy ilyen bogarakból, rovarokból készült ékszerek. De ez így saját kútfőből, tehát ezt te találtad ki, hogy ékszereket lehetne csinálni? Ezt külföldi oldalakon láttam igazából. És még igazából meg volt az alapanyag hozzá, tehát a sérült lepkét, amit vásároltam, és akkor gondolkodtam, hogy mit lehet csinálni, meg keletbe sajnos nem lehet beletenni, és akkor jöttek az ékszer ötletek. Ezt hogyan lehet megtanulni? Ne áruljunk el azért nagy kulisszatitkokat. Régi könyvekből, még, mert ez egy elég régi szakma, és akkor még foglalkozik így a preparálással, most már nagyon kevesen üdik ezt a szakmát, de interneten is kell felelhető a fortélyok, és minden apró részlet, hogy mi kell hozzá, milyen eszközök. Tehát autodidakta módon tanultad te ezt meg. A számomra az egyik legérdekesebb talán a lepkeszárnyból készült fülbevaló volt, mert nem tudom, hogy mennyi lehet egyébként az élettartama egy ilyennek. Én laikusként azt gondolnám, hogy azért a lepkeszárny az eléggé érzékeny dolog. Igen. Hát igazából úgy készítem az ékszereket, hogy vannak kezelve. Tehát onnantól kezdve például a fülbevalók le vannak laminálva, és onnantól kezdve átveszik a műanyagnak a rugalmasságát, és nem tud sérülni a lepkeszárny már. Tehát aki van szállítva teljesen, félbe is lehet akár hajtani, és bírja. Fülbevalót azt mondtad, milyen ékszereket készítesz még? Medálokat, brossokat, gyűrűket. Igazából a Kabekon módszerrel, hogy egy üveglencse alá teszem bele, és rá van ragasztva. Egy speciális ragasztó, mert nagyon sok ragasztó megmarja a lepkeszárnyat. És azért nem egyszerű ezt csinálni. Elárultad nekem, hogy iskolákba is szoktál menni. Igen. És a gyerekeknek tulajdonképpen beszélsz ezekről az élőlényekről, és a különböző ehhez kapcsolódó dolgokról. Mennyire fogékonyak a gyerekek, meg hogy tudod megszólítani őket? Azért gondolom, nincsen nehéz dolgod. Hát a szülőfalomba Bajnán kaptam igazából egy felkérést, hogy nem tudok a általános iskolába egy kis bemutatót tartani, igazából már ilyen hobbinak hamar híre megy, és örömmel vállaltam, és vittem tényleg egzotikus bogarakat, lepkéket, mindent, és a gyerekek nagyon el voltak csodálkozva, hogy milyen gyönyörűek és érdekesek. Próbáltam igazából kis ilyen videót készíteni róla, hogy ilyen interaktív legyen, hogy például mimikrit bemutassam, hogy a rovarok hogyan átszenzek magukat, hogyan vadásznak. És így a gyerekek nagyon élvezték, így teljes végig igazából, illetve a bogaras bácsi, ezt a titulust már megnyertem, de nem bánom. Ugye nem árulok el nagy titkot, és remélem, hogy nem bántalak meg ezzel, hogy én is úgy mentettem el a telefonomba a telefonszámodat, hogy a bogaras ember. Melyiket nehéz, vagy nehezebb elkészíteni, az ékszereket, vagy magát az állatot megcsinálni ebbe a formába? Hát számomra a pohó preparálása legnehezebb, mert én írtozom a pohóktól. Jó, hogy ezen belül is ugye van nehéz. Írtozom a pohóktól. De én csak tényleg csak azért, mert tehát számomra az így. Még elpusztulva, még hagyján, de élve én kb. Rettek tőlük. Érdekes módon. De az ékszerek elkészítés az nehezebb, mint a preparálás. Tehát már alapból annyira értékenyek a szárnyak, hogy már a méretre vágása is nagyon nehéz, mert egyből beszakad, betörik, és azért nagyon nagy a hiba lehetőség. Viszont ez rendkívül érdekes, hogy pont a pókoktól írtózol. És ennek ellenére mondjuk foglalkozol ezzel a dologgal. A pókokat akkor miért készítesz? Tehát van erre egy nagy fogyasztói igény? Vagy igazából vagy akkor így halud legyen kövér? Nem, írtózom tőlük, de viszont én szerintem csodásak. Tehát nagyon szeretem őket nézni, de hozzájuk nem nagyon szívesen érek. Tehát az is olyan változatos fajvilággal büszkélkedik, mint a többi rovar, meg a bogár igazából, tehát nagyon érdekesek, és szeretem, meg nagyon sok érdeklődő is van rá. Főleg a gyerekek igazából, a kedvencük a ostorlábú pók igazából, azt hiszem, talán ő lesz az. Ez egy nagyon érdekes pók. Olyan hosszú tapogató lábai vannak, és azzal vadászza le az áldozatait, vagy keresi, igazából ilyen kereső lába. Hogyha már így szóba hoztad, és mondjuk pont rámutattál az ostorlábú pókra, szerintem akkor beszéljünk egy kicsit ezekről az állatokról, amiket itt láthatunk az asztalon, és akkor kezdjük ezzel az ostorlábú pókkal. Azért ez is egészen félelmetes. A Tark Károly, aki a kamera mögött áll, és operatőr barátom, ő neki egyből az Alien című film jutott eszébe róla. Hát igen, főleg közelről megnézi az ember, nagyon erős, én tüskés fogó lábai vannak, tehát eléggé félelmetes, de mérge igazából nem erős.
Gyerekek kedvence szokott lenni a száz lábú, most nem tudtam elhozni, mert nagyon szeretik megszámolni, hogy tényleg száz lába van-e, de nem. Én nem akartam volna itt megszámolni ezt. Viszont mit láthatunk itt még? Igazából még itt látható Herkules bogár. Az egy közép- és dél-amerikai bogárfaj, az óriás bogár fajok közé tartozik. Igazából ez egy nagyon értékes bogár, tehát általában ezeknek úgy van a piaci része, hogy már millimétereknél már változik az ára is igazából, nem ára is, hanem a maga az ár is így. Tehát milliméterenként változik az ára, tehát igen. És mekkora léptékkel? Hát igazából, tehát ez egy kisebb faj, mert tenyésztett, tehát a tenyésztettek sajnos sokkal kisebbek, mint a szabadon befogottak, de nem is bánom, tehát inkább tenyészték őket, mert elég ritka faj. És nagyjából ilyen 140 mm-ig elmegy a méretük. Tehát igazából a legnagyobb bogarak közé ez is tartozik. Igen, csak hogy milliméterenként az ár mennyivel változik mondjuk? Hát nagyjából például ez egy ilyen 7-8 ezer forintos faj. Ez a beszerzési ára, amiről beszélünk. De viszont a 140 cent is akár több százezer forintig is elmehet. Atya ég. És megéri ezzel foglalkozni? Igazából ez hobbi. Tehát ez mellett főállásban én CNC-gépkezelő vagyok. Mi volt a legkülönlegesebb élőlény, ami a kezed ügyébe akadt? Lehet-e rangsorolni egyáltalán, mert hát rengeteg csodát láthatunk itt. Nekem a kedvenceim a kabócák, és azon belül volt, ami nekem nagyon megfogott, a lámpahordók alfaja, és azon belül a magyarófejű kabóca. Igazából annak olyan mimikréje van, hogy tényleg a feje úgy néz ki, mint egy földi magyaró, és a szárnyai meg ilyen szemek találhatóak. Mennyi időt áldozol erre? Napi szinten foglalkozol ezekkel? Igazából nem, heti 2-3 órát, és az a maga preparálási idő. Tehát több időt veszel az előkészítés, mint maga a preparálás. Tehát felpuhítás, visszaszárítás. És ugye amikor kérdeztem, hogy megéri ezt csinálni, azért ez feltételezi meg, ahogy mi találkoztunk, hogy azért te egyes darabokat azért el is adsz, tehát hogy áruba bocsátasz, de van neked otthon kifejezetten gyűjteményed? Tehát te is gyűjtesz bizonyos? Igazából én általában gyűjtök, azok specializálódnak egy-két fajra, nekem pont a kabóca lett igazából, tehát az is megtetszett, és így örök kedvenc. Hát igazából igen, tehát árulok is egy-kettőt, van egy weboldalam, és akkor ott lehet várni. Külföldre is szoktam postázni igazából, szerencsére van rá kereslet. Tudok versenyezni a kínaiakkal, mert ők egy sokkal silányabb minőséget csinálnak. Tehát amit igazából ilyen bakja boltokban lehet kapni, hogy ilyen vattában van benne, meg ilyen papír a hátulja, tehát az ezek sokkal minőségűbbek, azok bepenészesednek, beatkásodnak elég hamar. És csak bogarakkal és rovarokkal foglalkozol? Igazából még lepkékkel is. Tehát jó, én nyilván laikus vagyok ebbe, tehát nekem mondjuk egy lepkék, pontosan ezt a mondókát akartam elmondani. Igen. Tehát mondjuk gerincesekkel... Nem. Csak igazából ez a makrovilág, ami így engem lenyűgözött, és ez így megmaradt. És mekkora a gyűjteményed neked? Tehát hogyha számszerűsíteni kellene. Hát a kabóca az 250 körüli egyetszámot, különböző egyetszámot tartalmaz a világ minden tájáról. És akkor gondolom a lakásod az tele van mindenféle ehhez kapcsolatban. Igen. Van külön műhelyed? Igen, most költöztünk Székesfehérvárra, és az az egyik feltételem, hogy olyan albérletet találjunk, ahol én be tudok rendezkedni, és akkor tényleg ott tudok dolgozni. Mondtad, hogy a párod nem szereti. Szereti. Igen, igen. Tehát hasonló az érdeklődés. Igen. És akkor említetted, hogy van neked egy weboldalad is, úgyhogy hát gondolom, hogyha nem direkt reklámot csinálunk a nevedet, ha beütjük a Google-be, akkor igen, lehet találni téged. Mondtad, hogy ide költöztetek nem régen, ugye? Igen. Fehérváron, úgyhogy másfél hónapja, úgyhogy üdvözlünk Fehérváron. Köszönöm. És köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívásomat, és hogy megmutattad nekünk ezeket a különleges dolgokat, amivel foglalkozol. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. Viszontlátásra.